azt hitták a hivatalos lapok, Szerusz Kölyenka, hogy itt a mi kormányosságunkban nagy zavargások, felkelések vannak, hogy forradalomban. Mit akarsz? Ez a lap ugyanis helyesbíti ezt. És azt írja, hogy a hivatalos lapok jelentései hamisak, és itt tökéletes nyugalom uralkodik. Ezt írja az újság, hogy itt nyugalom van, hogy itt nincs semmiféle forradalom. Ezt hallottam én is, Péterváron. Atya úristen, ezt tudják. Tényleg nincs forradalom? Hát persze, hogy nincs forradalom. Hát ez bizony komisz helyzet. Ez mit lehet itt csinálni? Néha irigylem ezeket a kormányzókat, akiket el kell tennem láb alól. Merényletem. Igen, igen. De igazi merényletnek kellene lenni. Na de Errol! Hát te voltál megbízva azzal, hogy fenntartsd az erőt a nyugalmat! Ha itt a sebb bombát magamra venni? Nem, muszáj éppen bombának lenni, egy revolver is megteszi. Valakinek közülünk kell jelentkeznie a rendőrségen és azt állítania, hogy ő követte el a merényletet a kormányzó ellen. Az illetőnek azt kell jegyzőkönyvbe vétetnie, hogy nem politikai, hanem személyes okokból lőtt rá a kormányzó. Kicsit hitelesebben, ha meghaltam, vagy mi? Úristen! Merényet történt! Föl-fölti lapjai a földnek, föl-föl, te édes proletár, a győzelem lapjai jönnek, gazságoknak vége már, a múltat végképp eldrönni, rakszok a panti, Ez a harc lesz a végső csak.